Sziasztok, Karola vagyok, és arra gondoltam, hogy elemezhetnénk a 2023-as Oscar-díj jelöléseket és fogadási lehetőségeket, ugyanakkor szeretnék pár információval is szolgálni a filmek hátterét illetően. Nem láttam még az összes alkotást, viszont rengeteget foglalkozom a témával évközben, és általában mire eljön az Oscar-gála ideje, felzárkozom a filmekkel, ez az idén sem lesz másképp, és már egészen jól haladok az úton. Szerintem kezdjük rögtön a legjobb film kategóriával, ahol a következő jelölések találhatóak: Nyugaton a helyzet változatlan, Elvis, Avatar a vízútja, Minden mindenhol mindenkor, a Fableman család, Tár, a Sziget szellemei, Top Gun Maverick, a Szomorúság háromszöge és a Women Talking. A listát elemezve azt gondolhatnánk, a Nyugaton a helyzet változatlan háborús alkotás, vagy akár a csillogó-villogó Elvis vezetik ezt a kategóriát az univetem. Viszont a valóság természetesen teljesen más. Ugyanis első helyen a Minden mindenhol mindenkor film szerepel 1.38-as szorzóval, ezt követi a Sziget szellemi 3.25-ös odzzal, majd a harmadik helyen a Fableman család található 11.00-as szorzóval. Szerintem érdemes erre a három lehetőségre koncentrálnunk, és nézzük meg, melyik milyen okból viheti a díjat. Ne feledjük, hogy ezek a szorzók 2022. január 30-án voltak érvényesek, ezért ne csodálkozz, hogyha egy sokkal későbbi dátumon nézve az Unibet felületére és nem pontosan ezt találod. Kezdjük rögtön a Minden mindenhol mindenkorral. Ez egy vadítóan ötletes családi dráma, egy multiverzumot átívelő akciófilm formájában, tele bizarr ötletekkel, izgalmasan megrendezett harcművészeti akciójelenetekkel, és az érdekesség az, hogy csupán 25 millió dollárról készítették, és ezt most helyezzük egy kicsit kontextusba. Vegyük például alapul az új Avatar film büdzséjét, ami 250 millió dollár volt. Mindkettőben a speciális effekteket nagymértékben használják. Nyilván az Avatar nem egy ugyanaz a kategória, ez a film, de azért mindig jól eső az a tény, amikor egy kis lelkes csapat egy jó sztorival, ügyes pénzmenedzsmenttel hatalmasat tud dobbantani, ez számomra nagyon szimpatikus, de nem emiatt fog nyerni, ha nyer. És szerintem ez a film fogja vinni ezt a kategóriát. Elsősorban azért nagy eséllyel befutó, mert formadöntő az, amit létrehozott. Különböző filmstílusokat, kulturális elemeket nagyon sikeresen kever a szatírával, felettébb szórakoztató egyébként. Másodszorban pedig megfelelően változatos. Na most ezt nem arra értjük, hogy gyorsan pörög az akció, amúgy ez is jellemző rá, hanem tökéletesen megfelel az új hollywoodi normáknak. Aki nem tudnám, Hollywood és az akadémia új célja a sokszínűség ösztönzése a kamera előtt egy olyan iparágban, amely még mindig fehér színészeket használ leginkább. Létrejött valami, amit úgy nevezünk, hogy az A-szabvány, és ennek a követelményének való megfeleléshez a három kritérium közül csak az egyiknek kell teljesülnie, és ez a három kritérium van. Legalább egy alulreprezentált faji vagy etnikai csoportból származó színésznek jelentős szerepet kell kapnia. A történet középpontjában nőknek, LGBTQ embereknek, egy faji vagy etnikai csoportnak vagy fogyatékkal élőknek kell állniuk. A szereplőgárda legalább 30%-kal az említett négy alulreprezentált kategória legalább két tagjából származó színészeknek kell alkotniuk. Ez szerintem üdítőleg hat majd a filmiparra, és nekünk is könnyebb így meghatározni az esélyesebbeket, főleg amíg megszokottá nem válik ez az új szabályrendszer. Szóval a Minden mindenhol mindenkor nagyon is megfelel ezeknek a követelményeknek, ugyanis az egyik rendezője a kínai származású amerikai Daniel Kwan. A színészek között ott van Michelle Yeoh, Ke-Huy Quan és Stephanie Hsu is. Nekem úgy ő a kedvencem, már a csodálatos Mrs. Maisel-ben is remek alakítást nyújtott, és remélem, hogy nyújt továbbra is. Nyilvánvaló, hogy a kínai vagy keleti származású színészek vitték el a hátukon ezt a filmet, végre kitörve a karakterszerepekből, amelyekre eddig nagy mértékben be voltak szólítva. Ezeket tudván szerintem nagy valószínűséggel helyesen van meghatározva az Unibetes Odds a legjobb film nyertesére. Itt van még a Sziget szelleme is. Ebben az alkotásban Colin Farrell és Brendan Gleeson ellenségeskedő barátokat alakítanak Martin McDonagh legújabb filmében, amely 1923-ban játszódik az Ír-tengerparton.
Martin McDonagh neve ismerősen hangzott, főleg mivel tőle származnak az olyan csodák, mint az erőszakik és a három óriás plakát Ebbing határában, egyébként Colin Farrell játszott is az erőszakikban, hogyha visszaemlékszünk. Kis és soványnak éreztetjük amúgy ezt a filmet, hogyha vígjátékok vagy a drámák hagyományos mércéhez mérjük, azért jobb, ha úgy gondolunk rá, mint egy ilyen falusi pletykára, amelyet egy kis irodalmi csiszolással és egy szép pásztori befejezéssel láttak el. Olyan nagyot nem dobbant azért ez a film szerintem, de Martin McDonagh egy élő legenda, és arról is Oscar-díj gyanús filmet tudna forgatni szerintem, hogy miként fő a víz. Szerintem nem nagy esélye van legyőzni a csoportfavoritot, de mindig léteznek meglepetések, és ha az akadémia fehér amerikai szavazói nagyon megmagacsolják magukat, akkor lehet, hogy meglepődünk. Ott van még a Fableman család is a listán, és ez Steven Spielberg filmje, és a 20. századi amerikai gyermekkor mélyen személyes portréja, amely egy fiatalember felnőtté válásának a története, aki egy megrázott családi titokra bukkan. Ugyanakkor a történet maga a filmek erejének a felfedezése, amely segít meglátni az igazságot egymásról és önmagunkról. Hát azt tudjuk, hogy a Spielbergben mindig is lehetett érezni, hogy mennyire szereti azt a valamit, amit filmes csodának nevezünk. Csak hogy frissítsem egy kicsit mindenkinek az emlékezetét arról, hogy mit is kaptunk ettől az embertől, felsorolok pár ikonikus alkotást. Jaws, Indiana Jones, E.T., Hook, Jurassic Park, Schindler listája, Ryan közlegény megmentése, Kapjál, ha tudsz. Szóval ez az ember most végre megalkotta azt a filmet, amin keresztül elmondja nekünk, hogyan érzékeli ő ezt a világot, és milyen hatással van az életére. Ezt az akadémia mindig is kedvelte, amikor a filmesek filmekről készítenek filmet, vagy Hollywood nehézségeiről, például a Babylon is ilyen, és ez is Oscar jelöltek listáján van. Vagy akár a színészi lét, vagy a színház elemeiről. Ezek ilyen nagyon szeretett témák. Például erre a Birdman 2015-ben, a The Artist 2012-ben, de a Kaliforniai Álom is jól szerepelt 2017-ben. Térjünk át szerintem a legjobb női főszereplő kategóriára, ahol egy kisebb botrány is alakulóban van egyébként, de meg lehet, mire elérhető lesz ez a podcast, addig elsimítják a helyzetet, azért sietnek ezekkel a simításokkal, nem néz ki jól, ha botrány van pont az Oscar-díj átadó előtt. Az Unibet fogadóirodánál Cate Blanchett szerepel az első helyen, egy 65-ös szorzóval, a Tár című filmben nyújtotta alakításáért. A Tár egy 2022-es pszichológiai dráma, amelyet Todd Field írt és rendezett, és egy kitalált zeneszerző és karmester Lydia Tár munkását mutatja be. Cate Blanchett eddig 7 alkalommal lett Oscar-díjra jelölve, és ez a 8. jelölése. Ebből 2-szer sikerült hazavinni az aranyszobrot, először 2004-ben az Aviator, valamint 2013-ban a Blue Jasmine-ben nyújtott alakításáért. Eltelt már 10 év a legutóbbi nyeremény óta, és hatalmas kampány folyt Hollywoodban a Tár körül egyébként, tele volt plakátolva egész Los Angeles. A kérdés inkább az, hogy ő vagy Michelle Yeoh nyernek ebben a harcban. Beszéltem már korábban arról, hogy a minden, mindenhol, mindenkor már-már történelmi jelentőséggel bír, leginkább kulturális reprezentáció terén, és hogy Yeoh lenne az első ázsiai származású színésznő, aki díjaz az akadémia az alakításáért. Persze már az is eleve egy hatalmas lépés, hogy jelölték, amúgy, és a 2015-ös odds elég kecsegtetően hat, főleg ha figyelembe vesszük magát a botrányt, amiről most fogunk beszélni. Ez Andrea Roseborough nevezése körül forog, a Tuz Leslie című filmben nyújtott szerepéért. Ő a harmadik az Unibet listáján 21.00-as szorzóval, és itt elég érdekes dolog történt. Sokan úgy gondolják, hogy egyáltalán nem kellene szerepeljen itt ez a név, de nem azért, mert rossz teljesítmény nyújtott volna, hanem mert simán a film fontosságát a hollywoodi lobby tolta egy kicsit túl, és sok más színesbőrű színésznő például, aki nagyobb filmekben szerepelt ebben a szezonban, egyáltalán nem kapott nevezést, habár más gálákon jelesen szerepeltek, és általában, hogyha korábbi gálákon valaki jól szerepel, akkor az Oscar gálán vagy jelölik minimum, még ha a díjat nem is nyer. Hát így ezt tudván szerintem ez a helyzet segített abban, hogy Michelle jól legyen a befutó,
de még kiderül, hogy intézi ezt az akadémia. Közben elértünk a legjobb férfi főszereplőhöz, és ebben a kategóriában itt van rögtön Brendan Fraser, a Bána című film főszerepében egy 60-as szorzón lehet ráfogadni. Fontos motivum, hogy ez a film egy az egyben újjáélesztette a színész karrierjét. Tehát mikor hallottunk utoljára a Brendan Fraserről? Az utolsó mérvadó nagyvásznos szereplése 2008-ban volt a Múmia, a Sárkány császár sírja című filmben, amiben érdekes módon Michelle Yeoh is szerepelt. Nem mintha ez fontos lenne Fraser karrier szempontjából, vagy az Oscar jelölés szemszögéből, csak egy érdekes kis motivum. Közben szegény Fraser mentális és fizikai problémákkal küzdködött, műtéteken esett át 2008 óta, de végre összeszedte magát, mégpedig annyira, hogy a Cannes-i filmfesztivál alatt bemutatott a Bálna film Tapsvihart érdemelt ki, és Brendan Fraser elsírta magát. Egy ilyen megható történetnek kapni díjat, hát én szerintem ő lesz az év legjobb férfi főszereplője. A második helyen ott van Colin Farrell alakítása, akiről már említést tettem a Sziget szellemei kapcsán. Ez az alkotás és ez a szerep 3-5-5 ér most az Unibet-en, de én kétlem, hogy ő vinné haza a díjat Fraserrel szemben, akit most mindenki szeretne felemelni és díjazni, mint egy beteg kismadarat. A harmadik helyen Austin Butler Elvis-e áll, 3.75-ös odds-zal. Itt sok minden történt. Kezdjük azzal, hogy Austin Butler saját bevallása szerint teljesen elizolálta magát a családjától és szeretteitől, és a híres method acting technikát alkalmazta, amely segítségével teljesen átlényegült, és valamilyen szinten ő maga is egyfajta Elvis Presley-vé vált. Ez így volt komoly. Tudni kell, hogy ez azért egy elég durva metódus, és Austin azóta is Elvis tipikus hanglejtésével és szóhasználatával beszél interjúk alatt és a családjával, tehát nehéz visszalényegülni a saját életében. Mások is szenvedtek már emiatt, például Leonardo DiCaprio a visszatérő film forgatása alatt nyers, bőrint evett és állati tetemeken aludt. Heath Ledger is így formálta meg a Joker karakterét, na ő nem nyers, bőrint evett és tetemeken aludt, hanem teljesen a Joker karakterévé vált, és talán ez került sajnos az életébe. Ebből a szemszögből nézve talán nem is olyan nagy áldozat, hogy valaki Elvis-re hajazó akcentussal maradt, azért ebben egyezünk meg. Ez a szerep Butler részéről Oscar gyanús, de valahogy mégsem ütti a mércét, szerintem én láttam ezt a filmet, azt kell mondjam, hogy valami hiányzik, de nem a színészi teljesítmény miatt, viszont a rendezése, mint tudjuk, kihat azért a színészek teljesítményére, de a 31 éves szép fiúnak még rengeteg esélye van bemutatni, hogy mennyire elkötelezett egy-egy szerep alatt. Elértünk végre a legjobb animációs film kategóriához is, és itt annyit feltenném ezt a kérdést, hogy akkor még egy Pinocchio, és hogy hány Pinocchio-ra van szükségünk. Én értem, hogy Guillermo del Toro egy zseni, és minden, amire ráteszi a kezét, tényleg legyen az horror, fantasy, rajzfilm, kap egy összetéveszthetetlen szín és ízvilágot. Érdemes megnézni ezt a rajzfilmet egyébként, de azért, hogy egy 1.10-es szorzó az Unibet-en, ez egy kicsit erősnek érzem, de lehet, hogy csak én nem ültem fel az újabb Pinocchio vonatra, és nem értem, mi a jó ebben. Tehát inkább ez valószínű. A második az Unibet listáján a Marcel the Shell with Susan. Ez 9.00-as szorzóval szerepel, és ez már érdekes. Ez már valamilyen, ilyet még nem láttunk, és felolvasom a leírását. Marcel egy imádnivaló, 1 centis magas kagyló, aki nagymamájával, Connie-val és háziállatukkal Ellennel színes életet élnek. Egykor egy burjánzó kagyló közösség tagjai voltak, most azonban egy rejtélyes tragédia túlélőiként kettesben élnek. Ám amikor egy dokumentumfilmes felfedezi őket Airbnb elomtanítása közben, a rövid film, amelyet az internetre tesz fel, Marcelnek szenvedélyes rajongók milliait hozza el, valamint példátlan veszélyeket és új reményt arra, hogy megtalálja a rég elveszett családját. Most szerintem ez nem csak aranyos, hanem formabontó is, és végre valami, amit nem tizedszerre látunk. És legalább annyira édes, mint a Pirula Panda, amely ugyancsak 9.00-as odds-on szerepel ezen a listán.
És ennek a lényege az, hogy 2002-ben vagyunk, az Ontario állambeli Torontóban, és Meilin Mei Li, egy 13 éves kínai-kanadai diáklány életét követjük, aki egy örökletes átok miatt óriási vörös pandává változik, ha bármilyen erős érzelmet érez. Na, én ezt a rajzfilmet láttam, és egy remek történet gondolom a kamaszkorról, ugyanakkor egy ilyen stilizált betekintést nyerhetünk a Kanadában élő kínai közösség életébe és frusztrációiba, valamint nekem az is vagány benne, hogy hozza azt a bizonyos 2000-es évek elejé nagy varást is, és én remélem, hogy ez nyeri. Bár Pinocchio lehet mindenkit szét fog rugdosni a kis botlábaival. Ha érdekel titeket más kategóriák elemzése és fogadás szemszögéből, ajánlom a leírásban szereplő Oscar előzetesünket, valamint a sportfogadás.org oldalon található korábbi filmekkel kapcsolatos elmélkedéseinket. Én most búcsúzok tőletek, de még jelentkezem hasonló podcastekkel és ehhez kapcsolódó témákkal, addig is jó szórakozást kívánok nektek!